A Szent István Művelődési Házban Bakony István József Attila díjas irodalomtörténész moderálásával nagy érdeklődés mellett mutatták be Jankó Laura, a moldvai Csángó Magyar Kultúra zászlóvivője, a József Attila díjas író, költő, néprajzkutató új kötetét. Az olvasmány az Éjszaka cselekedeteiből című regény néprajzi történelmi pszichológiai adalékokkal szolgál, küldetésként tekint vissza a valaha voltra. Az a fajta líra, azt hiszem, ami ismertetette a nevét, az ugyanolyan értékeket mutat föl, mint a prózája is, és ezek a műfaji átcsapások nagyon érdekesek ebben a kötetben is. Három fő részből áll tulajdonképpen ez a könyv, egy kislány naplója, egy felnőtt nő naplója, és hát a harmadik rész az igazából hiányos, mert valakihez szól az a fajta szöveg, amit a felnőtt nő mond, és nagyon sok teológiai, kulturális, néprajzi problémát érint. Jankó Laura a műben az identitást, az önéletírást a szociográfiával és a filozófiával, illetve a teológiával ötvözi. Egy gyermekkori napló segítségével repít el bennünket a múltba, hogy rekonstruálja azt finom vonásaiban az egykori Csángó vidék, valamint önmaga arcát, szembesítve mindezt a jelen történéseivel. Ez a sokféleség egyszerűen adta magát, vagy hogy ez a sokféleség illet rá arra a sokfajta forrásból eredő kérdés sorra, emlékre, amiket az ember akárhonnan közelít, másnak lát, és amit elmond a regény nyelvén, az a szociográfia oldaláról másképp viselkedik, és akkor ezt a sokféleséget próbáltam meg szólaltatni. A műben megfogalmazott gondolatsor megerősíti, hogy ismét egy kivételes kötet született. Azt mondom, beszélje az árnyék és a fény nyelvét, a madarakét, értekezzen a széllel, és tudja, miféle csönnő a kihalt csönd helyére. Nem azt mondom róla, amiért mindenki csodálja. Nem hányódik, mint lapi a vízen, az biztos. Pedig még Isten is megpróbálta, de nem törte ketté.